Jó estét kívánok, és ahogy láthatták, Fekete Győr András is itt van, és vele kezdünk a Momentumának is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tényleg nem gyakori, hogy látunk vitát Fideszes és ellenzéki között, és ráadásul talán a Momentum és ilyen magasrangú Fideszes politikus között még nem is volt, ugye? Volt már? Ki két volt? Évvel ezelőtt. Ja, hogy két éve, de hát így... Fideszes nyári egyetemen a tranziton ugyanúgy Gulyás Gergelyel vitáztam. Azóta nem nagyon. Igen, de mióta a Momentum előrelépett, mint tényező az ellenzéki pártok között, ugye az EP eredményének köszönhetően, azóta nem volt. Ez újdonság volt. Az meg kifejezetten, hogy így a sajtóbeszámolók szerint egész konkrétan Gulyás Gergely szemébe vágta azt, hogy olyanok közé állt, akik lopnak. Mi volt erre a reakció? Mert hogy önök közé állt, akik lopnak, de nem csak, hogy önök közé állt, akik lopnak. Gulyás Gergely jogot végzett. Én is az ELTE-n végeztem, és ott a közönség soraiban is joghallgatók ültek. Na most az a rendszer, az a kormány, ami a magántulajdont semmibe veszi, és mondjuk a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat lenyúlja az emberektől, az nem egy jogállami rendszer, de mondhatom még ezer példát. Gulyás Gergely ennek a rendszernek a minisztere. Úgyhogy ezért is mondtam azt, hogy ez egy elvtelen, gerinctelen csapat és politikai közösség, de nagyon sok minden más probléma is van ezzel. Arról is volt szó, hogy azért... Mi volt a reakció? A sajtó úgy idézte, talán az Indextől ezen olvastam, hogy nem válaszolt és hallgatott. Utána? Tehát azóta beszélgetnek, vagy amúgy se beszélgettek, ilyen szempontból mindegy, és nem vagyunk, nem vagyunk barátok, beszélgetni így nem szoktunk. Forgatta a szemeit Gulyás Gergely, vagy éppen nem válaszolt, és másról beszélt. Azért ez egy másfél órás vitafórum, itt arról beszél az ember, amiről akar. Nyilván. A közönség nagyon jól tudta, megérezte, hogy amiről beszélek, az kellemetlen és kínos a miniszternek. Azt is nyilván felhánytorgathattam, hogy mindig az uborkeszhozomban a nyáron történnek meg ezek a viták. Sajnos nem lehetett streamelni, tehát nem nézhették az emberek, aki ott volt, 100 ember nézhette, ott egyébként volt az Index újságírója. Kiderült? Nem tudom. Ez a szervezők ezt sajnos megtiltották. Én örültem volna neki, de kérdeztem tőle, hogy az európai parlamenti kampányban úgy nem állna érdeketekben az, hogy elmondjátok, hogy miben más a ti álláspontotok, mint az ellenzéki? Nem jönnek. Tehát, amikor polgári demokráciáról beszélünk, akkor szerintem alapvető az, hogy számítanak ezek a viták. Emelsen. Tehát, hogy a választók a bizonytalanok meggyőzése szempontjából számít. Tehát, hogy valójában mindenki el tudja mondani, amit gondol. A Momentum és a többi ellenzéki párt, meg hát a Fideszről meg tudjuk, meg látjuk, hogy mit tesz. Számít a vita, mert ha Fideszre vagy Orbán Viktorra nézek, egy oldalon a saját propagandáján keresztül kommunikál az emberekkel, és nincs ott mellettük közvetlenül egy másik hang, egy másik vélemény, egy másik álláspont. Én rengeteg mindennel szembesítettem őt. Kezdve attól, hogy 600 milliárd forintot mi a fészkes fenének költünk most új tankokra, meg helikopterekre. Hát amikor... egyrészt NATO kötelezettségből, másrészt azért, hát az is kötelezettségünk, hogy az eurozónához csatlakozzunk, és nem költünk rá. Az egészségügy az még rosszabb állapotban van szerintem, ezt mindenki érzi a bőrén. Úgyhogy teljesen homályban van sajnos a kormányzat ezzel kapcsolatban. Ezekre nagyon reagálni egyébként nem tudnak így. Úgy fogalmazott most is, meg egy Facebook posztjában is, hogy 2011-ig volt Fidesz szimpatizáns, az említett magánnyugdíjpénztárak államosításáig. Be lehet lőni, hogy egy most fiatal, aki Fidesz szimpatizáns volt, van-e ilyen fordulópont, amire ő is azt mondja, hogy na ez már neki sok? Mert azóta már annyi minden történt. Hát, mert a Momentum ugye mindig azt mondja, hogy mennyi Fideszes, ex-Fideszes szavazója van. Így van, így van. Biztos vannak ma is Fideszes fiatal szavazók. Őket kell megkérdezni, hogy ők miért választják a Fideszt. Tehát nekünk Momentumnak van komoly feladatunk. De aki csalódott náluk. És elment a Momentumhoz, mit mondanak? Hogy mi volt az utolsó csepp? Mindenkinél más volt az utolsó csepp. Tehát van akinél a plakátkampány, a külföldi szervezetekkel, az ENSZ-el szemben, van akinél a CEU, ugye vertek a biztosítékot, az például egy fontos fordulópont volt, voltak az akadémia vegzálása miatt a Fideszt elhagyó fiatalok, úgyhogy szerintem a fiataloknál, akik mondjuk főiskolát vagy felsőoktatásban tanultak, ezek tipikusan olyan vörös vonalak voltak, amiket már nem tudtak átlépni. Na most még a párt életében volt egy másik fontos ugye, vitán kívül esemény, amikor jelölti kongresszust tartottak Debrecenben,
Az is érdekes, hogy Debrecenben, ami hát azért nem Direkt, mondható direkt volt nyilván így. ellenzéki fellegvárnak, és úgy fogalmaztak, hogy mindenki felkészült, képviselőjelöltek, polgármesterjelöltek. Ugye az ellenzéki megállapodások közepette sok olyan nevet látunk, aki még nem ismert, és ők általában momentumos politikusok. Ilyen rövid idő alatt hogy lehet felkészíteni ezeket a politikusokat arra, hogy vitában megállják a helyüket, hogy lejárató kampányban megállják a helyüket, hogy programot alapítsanak? Ez hogy megoldható? Egyrészt nem ez volt az első ilyen alkalom, hogy összegyűltünk egy hétvége erejéig. Ennek nyilván van egy közösségformáló, meg építő hatás, és amikor ott vagyunk 200-an, és akkor mindenki megosztja a saját helyi ügyét, meg praktikáját. Ami szerintem nagyon szép és magával ragadó a történetben az, hogy a 95% ezeknek a jelölteknek egy átlag ember, egy hétköznapi ember. Tehát van, aki szakácsként Debrecenben elindul önkormányzati képviselőjelöltnek, Nyirati Klári Baján angoltanárnő, Holcófertünde Sopronban történelemtanárnő, Havasi Gábor itt Budapesten mentőtiszt, és rengeteg ilyen ember, és nyilván nekik azért több felkészülésre van most még szükségük. Ezt mi megadjuk nekik, és azt tudom mondani, hogy most már felkészültek a kampányra. Nem sokára indul az ajánlásgyűjtés, úgyhogy a tévénézők is készüljenek fel, hogy keresni fogjuk őket az ajánlásokkal. Mivel lehet őket abban biztatni, hogy amikor elindulnak a lejárató kampányok, meg elindul a megfélemlítés, amit azért látunk, hogy ráadásul minden kisebb egy település annál hatékonyabban tud működni, akkor az ellenzék, vagy kifejezetten a Momentum akár meg tudja őket védeni. Ez sok jelöltünk tapasztalja, Baján és a Klári rengeteg lejáratást kap. Itt nálunk ez a közösséget nyilván mindig összehúzza, és segítünk egymásnak jogilag is, tehát ezek általában perelhető tényállások, de segítünk egyébként mentálisan is felkészíteni őket, meg hát a vezető politikusaink ezt megkapják sajnos. Tehát a Donát Annára, Csekatkára gondolunk az elmúlt időszakból, ahogy ők reagálnak egy-egy ilyen helyzetre, az megerősíti a többi jelöltünket is abban, hogy így kell ezeket kezelni. Tehát, hogy van egy morális közösségvállalás a szervezeten. Mindenképpen akartam kérdezni Donát Annáról és Donát László ügyéről. Másképp kezeli ezt a két történetet a párt? Már csak azért is mondom, mert az egyik ügyben zajlik egy rendőrségi nyomozás, a másik ügyben viszont Donát Anna tényszerűen minden momentumát cáfolta ennek a cikknek és a név nélkül nyilatkozónak. Mindenképpen külön érdemes kezelni, mert Donát Anna a Momentumnak a politikus, egy európai parlamenti képviselő. És három síkja is van ennek a témának, egyik egy politikai, van egy személyes, meg van egy jogi. Ami a politikait illeti, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb bókot és elismerést ez a rendszer nem adhat egy egyébként Brüsszelben dolgozó momentumos képviselővel szemben, az, hogy így neki esik. Tehát ez azt jelenti, hogy az Anna és a Katka, ők dolgoznak Brüsszelben, ők rálépnek a fideszesek tyúkszemére, és európai és magyar értékrendet képviselnek kint. Úgyhogy van ez a síkja. Az emberi az szerintem nagyon nehezen tudunk ezzel mi is azonosulni. Dühít az, amikor felmegy az ember az Origóra, és öt hírből három. Az teljes mértékű hazugság és rágalom. Anna nagyon jól bírja. Már egy fél napot töltöttem vele, dolgozik, most megy majd Nászútra. A családtagi azért jobban érintve vannak ebben szerintem. És a jogi pedig az, hogy olvasói levelet úgy átvenni, hogy az minden ténybeli alapot nélkülöz, az becsületsértés és jóhírnév sértése. Tehát ebből perek lesznek. Ezeket a propagandistákat én egy életre eltiltanám a foglalkozástól, hogyha lenne ilyen lehetőség a bíróságban. Jó, és Donát László ugye? Mert hogy az egy másik történet, ahol a rendőrség ugye június óta szexuális zaklatás miatt nyomoz. Ez ügyben Donát Lászlót a sajtó munkatársai már keresték, illetve ez a hatóságukra tartozó ügy, úgyhogy így én, mint Momentum elnökeben nem is tudok véleményt formálni. Ebben az ügyben a Momentumnak semmilyen állásfoglalása nem kell, hogy legyen? Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez egyértelműen Donát Anna lejáratásáról szól, nem. Tehát ezt azért lássuk tisztán, hogy ez itt nem Donát László, hanem ez a Donát Anna. Hát igen, csak ugye mindenki hozzáteszi, hogy a Momentum és Donát Anna is nagyon karakánul minden szexuális zaklatás ellen felszólalt, a MeToo kampányban, minden más esetben, most viszont hallgatás van. Hallgatás nincsen. Tehát, hogy mind Donát László, mind Donát Anna nyilatkozott, bejegyzést írt ezzel kapcsolatban. Azért nagyon felfújni ezt nem kell, mert hogy szemenszedett hazugságokról van szó. Tehát azért olyan szívességet ne tegyünk a propagandának, hogy erről beszélünk éjjel-nappal. Reagáltak,
és szerintem innentől kezdve nem is nevetni, de el kell ezt felejteni, és dolgozni kell. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is nagyon szépen köszönöm.